Nálunk soha senki nem beszélt semmiről. Következetesen. A ködösítés volt a vezérelv. Még azt a bizonyos szót sem lehetett kimondani, hogy zsidó. Ha valahol mégis elhangzott, a teljes rokonság idegesen összerándult, mintha valami bűnös dologról lett volna szó. A nagy titkolózás természetes módon inspirálta kíváncsiságomat, de túl sokra nem jutottam vele. Nyilvánvaló volt, hogy a történetek nem kerekek. Mindig szóba került Izéke néni vagy Bigyóka bácsi, aki valakinek a valakije volt, de ha rákérdeztem, hogy hol lakik most, ha korábban a Dob utcában, nagymamámék mellett? Hát akkor hirtelen mindig fontosabb beszédtéma támadt, vagy megkérdezték, készen van-e a leckém. Anyámnak szúrt először szemet a mindent elsöprő kíváncsiságom. Megkegyelmezett nekem, mondta, hogy kislánykorában ő is faggatta saját anyját, apját, de megnyugtatták, hogy nem, ő nem zsidó. Ezt egyetlen másodpercig nem hitt el, de belement a játékba. Lassan-lassan derült ki, hogy anyám apja munkaszolgálatosként halt meg 31-32 évesen, amikor anyám még kicsi volt. Ez a munkaszolgálat eleinte mindenféle legendás körítéssel jött, hogy beteg volt, nem akart fegyvert fogni, stb. De aztán nem lehetett már tovább tagadni. Az akkor 4 éves anyám és nagyanyám, friss özvegy fiatalasszony gettóba került. De anyámat állítólag Karádi Katalin hozta ki valamilyen összeköttetés révén, hát nagymama világhíres ködösítő volt, de valószínűsítem, hogy valóban lehetett kapcsolatuk, mert nagyanyáméknak jól menő cipőboltjuk volt a Király utcában, neves Kuncsaftkörrel. Így aztán anyámat Svájcba menekítették. Csak jóval a felszabadulás után engedték haza, már egy szót sem tudott magyarul. Ékes svájci németül írott gyermeklevelei a halála után nemrég kerültek elő valamilyen szuette szekrény mélyéből. Ezekben sírva könyörög az anyjának, nagyanyámnak, hogy ígéri, jó kislány lesz, csöndben lesz a pincében, és nem fog meghalni, mint apuka, csak hadd mehessen haza. A levelek később ritkultak, és akkor már jó részt a tehenekről szóltak. Nagyanyámat szimplán felszabadította mostanában hőngyűlölt orosz sereg. A 8 testvérből és 10-valahány unokatestvérből mindössze 2 élték túl. Ida néni Auschwitzból szabadult, és soha többet nem volt hajlandó Magyarországra tenni a lábát. A család minden tagjának neve ott a Vasvári utcai zsinagóga megfelelő helyein. Apámék nem jártak ennyire regényesen. Apai nagyapámat munkaszolgálatra vitték, de a hatalmas termetű szívós újpesti proli ember túlélte, megszökött. Valahol Pest környékén fogták el az oroszok, s mivel papírjai nem igen voltak, a 40-es évek végéig Szibéria vendégszeretetét élvezte. És úgy, hogy sem ő nem tudott semmit itthon maradt feleségéről és kisfiáról, sem ők nem tudták, éle-hale. Újpest istentagadó proli részén nem voltak tiltott szavak, mindenki tudta, hogy ki a zsidó és ki nem, csak nem foglalkoztak vele. Nagyanyám és apám, amikor előjöhettek a pincéből, a teljesen üres szobakonyhában próbáltak élni. Amikor nagyapám a 40-es évek végén előkerült, senki nem ismert meg senkit. Úgy tudom, akkor látta először az akkor már 9 éves fiát. Élete végéig szótlan volt, harapófogóval sem lehetett kihúzni belőle semmit. Annyi azért kiderült, nem volt véletlen az oda-vissza szótlanság. Mivel nagyapám nem tudhatta, van-e még családja itthon, Szibériában összemelegedett egy lánnyal, állítólag gyerekek is születtek. Aztán hazajött. Őt 2-szer fosztották meg a családjától. Soha nem tudta feldolgozni. De ezek csak lassan, nagyon lassan derültek ki a számomra. Először akkor hökkentem meg igazán, amikor valahogy szóba került a középiskolában a dolog, és az akkori magyar tanárom őszinte csodálkozással kérdezett rám, hogy zsidó kislány vagyok-e? Csak nem a holcerek, vagyis a rozentálok vonalából. De. Csak már senki nem él, akit faggatni tudnék.